Sziasztok, én Márton vagyok, és ebben a mai videóban itt vagyunk egy újabb ilyen tírlisztezéssel, kérem szépen. És találtam egy ilyet, kérlek szépen, egy ilyen tírlisztet, hogy Wrestling Finishers. És hát itt most a finishereket, a híres nemes finishereket, befejező manővereket fogjuk rangsorolni. Egyébként, ahogyan látom, ilyet csinálhatnánk amúgy HCV-sbe, és szóval azt majd lehet, hogy megcsinálom, vagy hogyha esetleg ti gondoljátok, akkor ti is csinálhattok egy HCV-s ilyen finisher tier listet, és akkor azt is majd megnézzük videóba. De egyelőre most ezt fogjuk akkor most megnézni. És hát az első kapásból a Tombstone, ahogyan látom, ugye van nekünk S, A, B, C, D kategória. Hú, hát a Tombstone-t az hova is tegyük, hát nem is tudom mi alapján, tehát nyilvánvalóan figyelembe, több szempontot kéne figyelembe venni, hogy most melyik a legjobb wrestling finisher. Ugye a Tombstone az ugye, hát azért az veszélyes manőver, maradjunk annyiban, de viszont, hát ugye Taker nagyon ikonikussá tette, de viszont azért, hát nem mondom azt, hogy nagyon lassú maga a move, vagy nagyon lassan történik meg a maga a move, de azért nem lehet ilyen semmiből előhúzni, és akkor, mint mondjuk egy Spear-t, vagy mit tudom én, most mondtam valamit. Igen, szóval ebből a szempontból nem tudom, tehát az biztosan, hogy B-nél nagyobb. Egyelőre, majd egyébként úgy lesz mindig elmondom, hogy megcsináljuk a listát, és akkor utána még vissza-vissza nézünk, hogyha még valami nem úgy jött volna ki esetleg. Jó, úgyhogy egyelőre Tombstone én az A-ba teszem. Na most itt van Okadának, japán birkózónak a Rainmaker-e. Na hát én nem nézek japán birkóz, ez a problémám nekem, úgyhogy... Oké, szóval akkor van a nem vágom kategória, úgyhogy én azt ide teszem. Én inkább amúgy úgyis csak így WWE finishereket néztem. Vagy a WWE finishereket, gondoltam ki, hogy ebbe csak az, csak most láttam, hogy itt ez rohadtul nem WWE volt. De a következő már annál inkább F5. A Brock Lesnar F5-ja. Hát, azért ikonikusnak ikonikus. Kicsit olyan, mint a Tombstone, de minden move-nál így van, aminél meg kell emelni az embert, hogy az nem lehet olyan hú de gyors. De Lesnar... Tehát biztosan nem Tombstone szint azért. De nem láttam az indokát, hogy ez miért lenne D vagy C, szóval én egyelőre B-be tenném, és majd haladunk. Dirty Deeds, Dean Ambrose-tól. Amúgy egy DDT az finisher, gyerekek, tehát én DDT, bármi lehet finisher, és nem kell ezt túlbonyolítani, hogyha most belegondolsz, DDT mit csinál? Fogod, belepalántázod az ellenfeled fejét a ringbe, fejér előre, az bőven finisher. És itt mellette szól az, hogy nagyon gyorsan meg tudja ezt csinálni Ambrose. Bár itt én most a Dirty Deeds-et nézem, nem pedig amikor felkapja, tehát amikor Dirty Deeds-et befogja és felkapja. Én most nem azt nézem, én csak itt a sima Dirty Deeds-et nézem. Úgyhogy szerintem az, de viszont nem annyira ikonikus kicsisse, tehát közel se. Szóval én azt egy, hát lehet, hogy C kategória, vagy egyelőre hagyom a B-re és akkor majd meglátjuk, jó? Styles Clash. Nagyon veszélyes move. Ez mindenképpen lehúzza, és hosszú idő setupolni magát a move-ot, amire eljutunk odáig, hogy move, hogy megtörténik. Emiatt én nem tudok egy... Hát, D. Nem tudok a Style Clash-nek jobbat adni. Nem tudok neki jobbat adni. RKO. Na, most érkeztünk el a ponthoz. Randy Orton RKO-ja. Hát ez minimum ma. Tehát, hogy az a ez ikonikusságban es. Nagyon szép move, ha bárkin be tudod adni. És nagyon gyors. Szóval es. Szerintem. Ez egy es. Phenomenal forearm. Na én most bejön egy olyan szempont, hogy körülményesség. Mert hogy a Phenomenal forearmhoz kell egy rope. Amin elrugaszkod. Tehát... Ez itt már limitálja, hogy milyen szituáció, tehát hogy ringen kívülre nem hiszem, hogy sok Phenomenal forearmot fogsz látni. Vagy mondjuk backstage fight közben.
bármi ilyesmi szituációban. Tehát eléggé szituáció függ a mód, de viszont megadom, hogy a Stars Clash-nél sokkal, de sokkal biztonságosabb és gyorsabb is maga a move, illetve oké, hogy mire eljutsz a kötélig, vagy eljutsz Stars a kötélig, akkor még rá kell ugrani és úgy érkezik, de legalább az látványos, nem pedig az, hogy ott műtyűrésznek amikor, hogy AJ beakassza a lábát oda a kezeihez az embernek. Tehát az még amúgy egy fokkal jobb. Na itt van egy Spinebuster, amit megnéztem képen, ez a Batista bomba akar lenni. Hát ugye, sima powerbomb, tehát felkapja, leteszi. De viszont Batistánál szerintem még nem is olyan jó, mert nem, szerintem, én nem... Nem tudom. Szerintem Batistánál van jobb ember, aki jobban adja a powerbombot. De mivel powerbomb maga, tehát ezért biztosan C vagy B. C vagy B. Hát okés finisher. Okés finisher. Szóval legyen egy B. Sharpshooter Bret Hart, ez submission move. Hát ugye itt a submission move-ok amúgy, hát nehéz, hogy ez... Igen, tehát teljesen más egy submission move, mint egy reguláris move. De azt gondolom, hogy az ikonikussága is ott van. Illetve legit a move, tehát és illetve nagyon szerintem ahhoz képest, hogy submission látványos szerintem, és könnyen beadható bárkin. Szóval én egy B-re teszem ezt. A Burning Hammer. Ugye ez is valami japán, azt tuti. De, és Burning Hammer, tehát... Hát ezt a Stars Clash-re egy szintre fogom tenni. Mert nem biztonságos, de attól függ, hogy adja az ember. Attól függ, hogy adja az ember. Mert ha úgy, mint ahogyan a japánok, akkor az baj. Tehát úgy, akkor veszélyes, akkor D. De hogyha itt teljesen így átdobod, kvázi, úgyhogy hogy arcra essen az ember, ne pedig nyakra, akkor már simán C. De mivel itt a japán verzió van, ezért ez D. Mert nem biztonságos a move, és még sok időben is telik setupolni, hogy felkapd az embert, és hogy úgy dobd le, hogy nyakra essen, de ne halljon meg. Codebreaker, na! Ez nagyon szeretem ezt a move-ot, tehát tényleg ez patika. Én úgy gondolom, hogy ezt bárhol elő lehet hozni, és akkor bármint be tudod adni, ha slingshot, ha nem slingshot, de azért nem erre KO szint, mert nem annyira ikonikus. CM Punk Go to Sleep. Yeah. Hát, amire felkapod az embert, és aztán még vissza, azért ez talán még több idő, mint az F5, mondjuk most példának. De viszont azért azt meg tudom adni, hogy ikonikus is valamennyire, illetve nagyon, tehát nagyon realnek érződik a move, hogy így beleejted a térdedbe, tehát azért az igen, tehát azon érződik. Én ezt beteszem B-be, és lehozom Ambrose, hát... Jó, nem, még ott marad Ambrose. Frog Splash. Eddie Guerrero Frog Splash-e. Jó. Az ilyen splash-es move-ok. Amúgy legit finisherek. Mind kb. Úgyhogy én ez minimum C. De szerintem bőven megvan B. Nyilvánvalóan körülményes, mert csak magas helyről tudod beadni a izét, de viszont látványos is, meg minden. Tehát ezt megadom a B-t. Edge Spear-je. Hát itt ahogyan látom, több ember spearje is itt van. Ebből gondolom, hogy most kifejezetten Edge spearjére vagyunk kíváncsiak. Ami nekem nem tetszik. Edge spearje. Jó, azért nem mondom D, mert azért jóval biztonságosabb, úgyhogy ezért C. Stone Cold Stunner, nem kell szerintem mondanom, S-tier. Tehát bárhol, bárkin be tudod adni, nagyon ikonikus, gyors, nagyon jó. Itt jön most a Figure 4 Leg Lock Submission. Legit, nagyon legit move, tehát tényleg, és igen, tehát én mondanám azt, hogy talán ikonikus, de még ikonikusabb, mint a Sharpshooter, de összességében szerintem nehezebb beadni, és nem annyira látványos, hogy mind a kettőn ugye ott fekszetek a földön. Tehát én ezért B-nél fentem nem tudom rakni. Úgyhogy legyen B.
Kurt Angle, Angle Slam. Egyébként egy nagyon egyszerű move-ra beszélünk, de cserében viszont nagyon jól néz is, jól is néz ki. Tehát én ezt abszolút el tudom képzelni, hogy ez egy legit finisher, ez egy B. Kevin Owens Papa Power bombja. Na. Én ezt alba fogom tenni. És lehet, hogy körül... De mondjuk nem is körül mindjárt, mert a semmiből is tudsz papapolni, csak Kevin Owens csinálja, hogy mindig, hogy kötélre, vagy fut rá az ellen, vagy a semmiből is fel tudod papapolni az ember bárhol. És nagyon jól néz ki, nagyon látványos is maga a dolog. És amúgy viszonylag ahhoz képest, hogy fel kell kapni az embert, ahhoz képest gyors. Mert csak feldobod, azt lejön. Tehát a gravitáció sebességé múlik az egész. Szóval én ez egy abszolút A. Nekem nagyon tetszik ez a move. Ezt meg nem mondom, hogy ez milyen move, úgyhogy én ezt beteszem a nem vágom kategóriába. Következő Kane Choke Slam, yeah. Ez a move, amire rá van írva gyakorlatilag a B. Tehát látványos is, de nem olyan hú de ikonikus, de viszont azért eléggé gyors és bárkin beadható. És Kane nagyon szépen is adta, mert ő aztán felemelte és ki is tartotta néha az embert. Tehát ő Kane az nagyon jól adta, Kane-nek van a legjobb csókszlemje. Szerintem. Jön Jake Roberts DDT-je. Ha Ambrose-ét betettem a B-be, akkor Jake Roberts-é is a B-be fog menni. És Ambrose meg le fog jönni a C-be, mert nem annyira ikonikus, mint Jake-nek a DDT-je. De mondanám a Jake-nek az alt, és akkor maradt a Ambrose a B-be. Mert amúgy az történik, tehát belepalántázza a fejedet a izébe. Bár mondjuk most egy... Kevin Owens pop-up powerbombjával, meg izével, a Tombstone-ékkal hasonlítva lehet kicsit eltörpül a DDT maga, úgyhogy lehet, hogy ebből a szempontból ez így jobb lenne, és akkor hogy ezt inkább hagyjuk is így. Shinsuke Nakamura-nak a kínszásája fog következni. Safe a move, de nekem egyszerűen nem jön be. Nem teszem D-be, de C. Nekem nem jön be maga a move egészen egyszerűen. Értem, hogy térdes, csak Nakamura-nál most sokszor nem értem, hogy miért adja middle rope-ról is ugyanazt a térdest. Mindegy, az még jobban néz ki, de egyébként hosszú is a setupja, hogyha azt nézzük, hogy Nakamura ott a sarokban még táncikál fél órát, meg vigyorog. Nekem annyira nem jön be. Hulk Hogan leg drop. Abba az időben, amiben ez volt, ez bőven finisher, és én nem gondolom azt, hogy ez megérdemelne A vagy S-t, de B vagy C. De mint a finishert nézzük, a DDT-vel ellentétben szerintem ez nem állna már, ez nem állná már meg a helyét mondjuk mai finisherként, úgyhogy lehetséges, hogy nem fogom Jake Roberts DDT-jével egy lapon emlegetni, de viszont Ambrose-éval még már lehet, hogy igen, mert azért D-be nem rakom. Na. Chris Masters-nek a Master Lock-ja, vagy éppen Bobby Lashley-nek a Hurt Lock-ja. Meg tudom venni, mint finishert, de közel sem annyira jó submission move szerintem, mint a Sharpshooter, vagy mondjuk a Figure Four Leg Lock. De azt megadom, hogy nagyon egyszerű, mint move, és az ilyen nagy embereknél nagyon jól is néz ki, szóval C. Rikishi Stingface-e. Nem szeretnék többet mondani, tehát ez túlságosan komédiás annak, hogy ezt feljebb tegyük. Kurt Angle-nek az ankle lockja. Látványos, egyszerű, gyorsan, váratlanul be tudod adni. Tehát én szerintem ez az egy submission lesz az, ami alba fog kerülni. Úgy gondolom. Goldberg Jackhammer-je. Nagyon látványos, a semmiből meg tudod csinálni, mert ugye csak egy suplex pozícióba kell eljutnod. És ugye látványos az, ahogyan Goldberg ugye kitartja, akkor nem látványos, hogyha felrejti belőle az ember, mint mondjuk Taker-t. De tisztítedjük fel, hogy meg tudja csinálni a move-ot, akkor viszont ez egy nagyon szorít B.
Daniel Bryan-nek a valamilyen lokja, vagy Yes Lock, azt hiszem, Yes Lock. Hát egy crossface variáns, tehát én ennek nem tudok nagyon cénél nagyobbat adni. Roman Reigns spearje. Na én ezt kiválóan alba rakom. Szerintem Roman Reignsnek van az egész szakmán belül a legjobb spearje. Tehát jól is néz ki a spear, bárhonnan amúgy elő tudod húzni a spear-t a tarsolyból, de viszont Roman annyival szebben adja, mint Edge, ezért azt alba kell raknom, és Edge-et pedig ott hagyom C-ben. De tényleg Romannek a spearja az eszméletlen. Az eszméletlen. RVD Frog Splash-e. Hát ezt ugyanoda fogom tenni, mint ahova Eddie Guerrero Frog Splash-ét is raktam, ami pedig a B kategória. Razor Ramon, Razor's Edge. Látványos, minden megvan, ami kell, hogy jó finisher legyen, kivéve az, hogy lassú. Mire eljut oda, hogy akkor kitartja. A legtöbb esetben, főleg ha egy nehezebb ellenfélről beszélünk. Tehát én emiatt mondok neki egy C-t a Razor's Edge-nek. Rey Mysterio 619 iszonyatosan körülményes, de viszont nagyon látványos move-ról beszélünk, de viszont iszonyatosan körülményes, mert kell két dolog, ami között ott van a ellenfeled feje. Érted, mit mondok? Szóval én emiatt egy C-t adok. John Cena Attitude Adjustment-je. Ikonikus is, ahhoz képest, hogy Fireman-be fel kell kapni az embert, ahhoz képest Cena gyorsan tudja adni. Úgyhogy én ezt abszolút egy A kategóriába tudom rakni. És nem csak azt tudom a kategóriába rakni, hanem a The Rock-nak a Rock Bottom-ját is. Sőt, az még lehet, hogy S. Mert minden benne van, ami kell, hogy egy move legyen. Iszonyatosan egyszerű, iszonyatosan gyorsan, váratlanul, bármikor be lehet adni, és gyors és látványos is egyben. Szóval nekem a Rock Bottom az S. Macho Man Elbow Drop-ja a Top Rope-ról, ugyebár. Tehát én megadom azt, hogy ez legalább egy Frog Splash szint, de szerintem egy Elbow Drop az nagyobb dolog, mint egy Frog Splash. Szerintem. Az egy nagyobb dolog. Úgy érve, hogyha most belegondolunk, hogy mi mennyire fájna, akkor én úgy gondolom, hogy bőven B, de lehet, hogy A. De viszont mivel nagyon körülményes, hiszen Top Rope-on kell lenned, ezért ő is megy a B-be a Frog Splash-ek mellé. Shawn Michaels Sweet Chin Music. Ha bárhol be tudod adni, és elhiszed, hogy ez egy finisher, mert lerúgja a fejedet Michaels. És gyors. És minden. Ez egy S kategória. Curb Stomp. Seth Rollins Curb Stompja. Hát, kicsit azért körülményes, bár simán amúgy meg lehet, csak annyi, hogy most nem tudom. Veszélyes is lehet. Nem tudom. Mondanám, hogy A, de lehet, hogy B lesz ebből. Ez most nagyon nehéz kérdés. Hogy A vagy B, A vagy B, A vagy B. Menjen arra. Roman mellé. Vagy tudod, jó, menjen arra. És utoljára a Rocknak a People's Elbow-ja. Látványos, ikonikus, de lassú. Tehát ezt nem tudod úgy megcsinálni, hogy váratlanul beadod, és meglepetést okozol. Tehát ezt mindig setupolni kell, és kinézel a közönségre, és futsz a köteleket, ezért nem egy S, pedig ahol minden meg lenne ahhoz, hogy S legyen, ezért csak egy A. Csak egy A. Jó. Kész van ez a tier-list, gyerekek. Tehát azért most megcsináltuk itt a balhét, így néz ki. A Rainmaker és ez a valami TNA-s move, ez a nem vágom kategóriába jutott. D-be az ilyen, vagy nagyon vicces move-ok, mint a Stingface, vagy ugye hát a veszélyesek. És akkor a C, B, A, S, azok pedig már személyes preferencia gyakorlatilag. Szóval igen, szerintem itt ennyi lett volna ez a lista, ennyi lett volna ez a videó. Tényleg, majd hogyha ezt tetszett nektek, akkor nyomjatok egy lájkot, és akkor majd csinálunk ugyanebből HCV-s verziót is ilyen finisher izékből, mert mit tudom én.
Úgyhogy így van. Mindenképpen jelezzétek ezt egy like formájában, hogyha tetszett nektek. Illetve hát így overall, így a tier listeket is így tudom így elhelyezni a fejemben, hogy most mennyire tetszik nektek. Én szeretem ezeket a videókat csinálni, érdekesek szerintem. Szóval, hogyha ez nektek is tetszett, és így gondoljátok, akkor lájkoljátok ezt a videót, meg iratkozzatok fel a csatornára, továbbá a leírásban megtaláljátok a Discord szerveremnek a linkét, és hogyha oda feljöttök, akkor biztosan nem maradtok le az ehhez hasonló tartalmakról, továbbá részt vettek szavazásokon is, illetve feltettétek a kérdéseiteket a kérdések csatszobában, amiket pedig én aztán egy Q&A videó keretén belül meg fogok nektek válaszolni. Még egyszer köszönöm szépen ezt a megtisztelő figyelmet nektek. Sziasztok! Hello, hello!